A közbeszerzési eljárások lezárulásával augusztus közepén már indulhat a Hunyadi utca környéki utak felújítása és az azt megelőző vízbekötések. A szeptember közepéig zajló munkálatokról az érintett lakosság számára szükséges, legfontosabb tennivalókról a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézője tájékoztatott. Üllőváros önkormányzata felújítja a Hunyadi utcát a Vörösmarty utcától a Petőfi utcáig. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezés előtt vízbekötéseket cseréli ki, a házi vízbekötéseket, amely július 25-én kezdik és augusztus 5-ig tart. Az itteni ingatlanosok további tájékoztatást fognak kapni szórólapútján. A felújítás során burkolatszélesítés és szegélykővel ellátott új U-burkot fogunk kapni. A közbeszerzési eljárásról beszéltünk, ez kb. Mikorra zajlódhat le? A közbeszerzés augusztus elejére várható az eredmény hirdetése, és az eredmény hirdetésnél fog kiderülni, hogy az önkormányzatnak mennyibe fog ez kerülni, és hogy ki lesz a kivitelező. Optimális esetben, hogyha lezajlódik a közbeszerzési eljárás, augusztusban elkezdődnek a munkálatok, mikorra fejeződhet be? Ez körülbelül egy hónap, tehát szeptember közepéig fogják befejezni a kivitelező. Természetesen a helyi lakosok is örülnek az útfelújítások megkezdésének. Nagyon ráfér az utcára, hogy felújítsák, mert elég hepehupás és elég keskeny. Az útfelújításokat vízbekötések is lesznek, gondolom ez is ráfért már itt az utca lakosaira. Ráfért, és a minőségjavítása is ráfér, mert nagyon klóros a víz. Önöknél mikor volt ez a vízbekötés legutoljára? Nálunk 97-ben volt. Régen. William.